Egy héten belül dönt a kormány a várólisták megszüntetésének módjáról. Erről Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfón. A miniszter ismertette a hitelmoratórium fenntartásának részleteit is. Eszerint a jogosultak október 31-ig nyilatkozhatnak szándékukról személyesen a bankjuknál. Konkrét dátumot határozott meg a kormány azok számára, akik maradni akarnak a hitelmoratóriumban. Október 31-ig van lehetősége az érintetteknek, hogy személyesen jelezzék szándékukat. Banknál kell a jogosultsági feltételekről nyilatkozni, és a gyermeket váró gyermeket nevelők, nyugdíjasok, közfoglalkoztatottak, illetve azok a magánszemélyek, akiknek a jövedelme tartósan visszaesett, vannak abban a körben, akik magánszemélyként kezdeményezhetik a hitelmoratórium meghosszabbítását. A bankszektor arra számít, hogy egységes eljárásrend szerint kell majd eljárnunk a moratórium meghosszabbításával kapcsolatosan. A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg, így nem lehet tudni, hogy milyen dokumentumok meglétét írják majd elő. Jellemzően ilyen esetekben a jogszabály lehetővé szokta tenni, hogy a bankok személyre szabott plusz információkat jelenítsenek meg az ügyfeleik felé. Ebben lehetnek különbségek, de a feltételekben és a feltételeknek való megfelelésnek az elbírálásában nem. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány elismerésként értékeli a pápa részvételét az euharisztikus kongresszuson. Kérdésre pedig a műtéti várólistákat is szóba hozta a miniszter. Napi szintű egyeztetéseink vannak az egészségügyi ellátórendszer vezetőivel arról, hogy hogyan lehet a várólistákat a lehető leghamarabb megszüntetni. Egy héten belül ebben lesz döntés, és az elszükséges forrásokat a kormány biztosítani fogja. Gulyás Gergely kitért az Európai Parlament minapi állásfoglalására is, mely szerint az unió tagállamainak el kellene ismerniük az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát. Miután az Európai Parlament működését ilyen jellegű határozott meghozatal, akkor a szórakoztatóipar kategóriájának részeként kell tekinteni. A miniszter szerint a kormánynak nincs teendője ebben az ügyben. Hozzátette, az LMBTQ közösséghez tartozók jogainak egy részét védi a magyar alkotmány.